A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett, aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. Hát, mivel be állni itt a talajmenti fagyok, és hogy a vízezetékünk elfagyhat, ami sok minden kellemetlenséget okozhat. Mindannak ellenére, nem lesz víz az épületbe, azon kívül még a fagyáskár veszélye is fennáll. Ezzel ellen többféleképpen lehet védekezni vagy letélijesítem a rendszeremet, tehát ha télen szeretném használni ezeket a rendszereket, akkor ugye ezeket a vezetékeket leszigetelem, esetleg mellé teszek egy fűtőkábelt, hogy biztosítsam az ingatlannak az ivóvízzel való ellátását. Amennyiben viszont télire lezárásra kerülnek ezek a vezetékek, vagy lakások, vagy ügyülők, abban az esetben a vízóra még mindig egy fagyás veszélyes hely marad. Magyarul a vízóra szétfagyhat az aknában. Erre több praktika van, amit szájhagyomány után terjeszt mindenki, leszokták takarni a vízóra tetejét az akna fedlap alatt különböző hőszigetelő anyagokkal és a vízvezeték fagycsapjának az elzárása után vissza kell üríteni a vezetékrendszerből az összes vizet, meg kell róla győződni, hogy a vezetékben a hálózatban nem maradjon víz, mert ha nincs is idézőben nyomás alatt, a víz a halmaz fogva, ha megfagy, akkor szét fog fagyni a vezeték az épületbe. Fagyveszély, mihelyt nulla fok alá csökken a hőmérséklet, ezekbe a fényvezetékekben, ugye mert ezek a külső falakban vannak az első elzárók, első vezeték elhelyezve, az fog leghamarabb megfagyni. Még idézővel a lakásban sem lesz kár, mert hiába vagy szint a vezeték bent az épületbe, mivel el van fagyva a vezetékünk, nem fog bemenni a víznyomás, csak majd tavasszal, amikor kiolvad. Ez sokszor elő fordulni, ugye általában az emberek a kerti csapró feledkeznek meg leghamarabb. Ú, majd elzárom, majd elzárom. És hát ott ez a helyzet. Hát elfogy, és a következő akkor leszünk amikor megsüti a nap, és ugye kiolvad ez a jégdugó, és onnantól kezdve ömlik a víz. És a szaladnak a szerelőhöz, a vízműhöz. Ahhoz, hogy tavasszal ne érjen kellemetlen meglepetés bennünket, például egy csőtörés miatti magas számla, érdemes megfontolni az alábbi tanácsokat, hiszen a kellő odafigyelés nélkül a csövek vagy a vízmérők szétfagyhatnak. Különböző hőszigetelési eljárások vannak erre, amit ö, meg lehet, hogy el lehet készíteni, vagy meg lehet csinálni. Általában több rétegű fóliával, vagy aknának, belső terének, a tetejének kitöltése hőszigetelő anyaggal. Ez lehet bármiféle cel alapú, nikecel, termocel. Csak olyan anyag legyen, ami nem szívja magába a vizet. Tehát ne legyen salaggyapot, üveggyapot, meg ezeknek a gyapotok, mert ezek ugyanúgy fel fogják venni a folyadékot, és ugyanúgy át fog hűlni, és el fog fagyni a vezetékünk. A lényeg az, hogy legyen több rétegű, minél több réteget teszünk, annál jobb a fagyvédelmünk, és ott kellene még nagyon odafigyelni ezekre, ahol a vízóránk, a peremtő levő magassága vagy mélysége nincsen meg minimum 90 centi. A 90 centis mélység alatt nem fog elfagyni a vízóránk, de ami annak felette van, az biztos, hogy el fog fagyni, nincs szigetelve akna fedlapja. És a vízóra cserét ugye a szolgáltató csak díjelébe végzi el. A hiányzó aknafedlapot pótolja, ha sérül, cserélje ki. Győződjön meg arról, hogy jól záródik az aknafedele. Az aknát és a vízmérőt leszigetelheti hungarocellel, pléddel vagy kartondoboz darabokkal. Fontos, hogy a tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól le van zárva. A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizze a pinceablak épségét, szigetelését és tartsa az zárva. Víztelenítse a vezetékeket, ha nem használja. A vízhálózat és a vízmérő víztelenítése, a vízmérő akna fagyvédelmének lépései. A vízmérő előtti fűcsapot zárja el. A legfontosabb a rendszer teljes víztelenítése, hisz ha nem marad egy csepp víz sem a csövekben, akkor kizárt, hogy fagyás következzen be. Ellenőrizze, hogy a víztelenítés megtörtént-e a vízmérő aknában is. Takarja le a vízmérő akna fedlapját is. Javasoljuk, hogy télen nem használt ingatlanát rendszeres időközönként ellenőrizze. Jelek arra, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő. Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot. Szilánkokra tört üveg a vízmérőn, eldeformálódott számláló szerkezet. Nem, vagy csak alig jön víz a csapból.